Jó estét kívánok! Az Együtt magazinban ma is érdekes témákat hoztunk Önöknek. Szó lesz arról, hogy Lengyel Zsófia esélyegyenlőségi referensünk, aki látássérült egykori parasportoló vakvezető kutyát kapott. Aztán Deák Lajosné önkormányzati képviselőt egy rangos elismerésre jelölték, ez is kiderül a mai műsorból, és szó lesz arról is, hogy Fehérváron fejlesztik a jövő mosógépét. Tartsanak velünk! Lengyel Zsófia egykori parasportoló neve talán nem ismeretlen Önöknek. A fehérvári esélyegyenlőségi referens vakvezető kutyát kapott a közelmúltban. Arról mesél nekünk, hogy hogyan könnyíti meg ez a hétköznapokat Zsófi a stúdióba látogatott Mokkával. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, Zsófi. Kérlek, hogy mutass be Mokkát, mesélj egy kicsit róla és a kapcsolatotokról, ami most már 2 hónapos. Ő egy 1,5 éves labrador szuka kisasszony, rögtön fel is kapta a fejét, ugye Mokka névre hallgat, egy fekete kis szuka labradorról van szó, és hát ő egy képzett vakvezető kutyus, méghozzá a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskola által kiképzett vakvezető kutyus, és immár 2 hónapja a társam. Úgyhogy most már levizsgázottan, kipipálva együtt egy kis duóként élünk itt Székesfehérváron a mindennapokban. Ez mit jelent, hogy levizsgázott? Azért ugye nem kell téged bemutatni itt a tévénézőknek, sokan ismernek így a városban is, és tudjuk, hogy látássérültként éled a mindennapokat. Egy picit majd légy szíves, mesélj azért erről, elevenítsük fel, hogy milyen fokú a te látássérülésed, és hogy ugye az előbb azt mondtad, hogy ehhez most már ezek szerint van egy út, ugye, amit el kell érni, és végig kell csinálni. Ez hogy történt? Először a szembetegségemről, én a retinitis pigmentosa, gyönyörű szembetegségre hallgató névvel született szembetegséggel születtem, és emellé most már gyűjtöttem még 3-at. Szoktam mondani a fiataloknak, ma ezt nagyon imádják, hogy van, aki a Pandora karkötőre gyűjti az ilyen kis medálokat, na hát én a szembetegségeket gyűjtöm, de azért emellé a kis medálokat is a karkötőre, és ez a szembetegség mellé jött most már az, hogy aliglátó státuszuként nem csak fehér bottal szeretnék közlekedni, hanem vakvezető kutyussal is. Úgyhogy én megkerestem a Baráthegyi Vakvezető Kutyaiskolát, onnan megismerkedtem Mokkával, kialakult köztünk egy, nevezzük szerelemnek, bár mindketten egyneműek vagyunk, de azért ez ebben az esetben más természetesen, és hogy így kialakult az, hogy együtt elkezdtünk dolgozni, felkészülni, tanulni, és végül le tudtunk vizsgázni, ami azt jelenti, hogy egy közlekedés biztonsági vizsgát tettünk, egy vizsgabiztos előtt, ahol megfigyelték azt, hogy jól és helyesen tudunk-e közlekedni együtt, ő is vigyázza az én életemre, és én is tudok-e vigyázni az ő életére. Mennyiben könnyíti meg a hétköznapokat? Ugye mi már azért számtalanszor találkoztunk, volt rá példa, hogy nagyon sokszor láttalak ugye a fehér bottal, és hát azért én láttam már, hogy nem olyan könnyű így azért a közlekedés. Most viszont, amikor ide bejöttél a stúdióba ezzel a kutyussal, hát mondtad is egyébként, hogy nem mindig hiszik el azt rólad, hogy látássérült vagy, hiszen annyira könnyedén mozogsz vele is. Igen, bár fehér bottal is ez előfordult, tehát sok esetben fehér bottal is mindig megkérdezték, hogy ez egy sípálca, vagy egy sétabot, meg ilyenek, tehát hogy akkor sem mindig hitték el, hogy látássérült vagyok, sajnos. Ez egyrészt ugye nagyon jó, mert köszönöm, örülök neki, de másrészt meg nagyon nehéz, mert megnehezíti az életemet. Mokkával ez még nehezebb, mert folyamatosan azt hiszik, hogy a kiképzője vagyok, nem pedig a látássérült. Tehát mindig meg szokták tőlem kérdezni, hogy na és mikor kerül el tőlem, és mindig szoktam válaszolni, hogy hát remélem soha, mert hogy mindig mellettem marad, de ugye arra kérdezik, hogy mint kiképző, mikor adom át egy látássérültnek, és akkor szoktam rá válaszolni, hogy hát én volnék a látássérült, még ha nem is látszana, de így együtt tudunk alkotni egy teljes párt, és sokkal könnyebb vele közlekednem, mint fehér bottal. Tehát ugye ő nem egy kis eszköz, hanem ő egy kis lény, aki gondolkodik, és például, mint amit nekem ki kell kerülnöm fehér bottal akadálytárgy, azt ő magától kikerüli. Tehát, hogy egy hatalmas, szavakban nem önthető segítség. Tehát ő vezet, de mondjuk honnan tudja, hogy hova akarsz menni? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Sokan azt hiszik mindig, hogy a vakvezető kutyusok GPS-ek, és nem. Tehát, hogy sajnos nem, az nagyon jó lenne, de sajnos nem az van, hogy beütöm, és a McDonald's-ba szeretnék menni, és akkor ő oda visz, hanem én irányítom, én adok vezényszavakat, na ez kell a vizsgához, hogy ezt megtanuljam én is, hogy mi az a vezényszó, mit kell neki mondanom. Például balra, jobbra, lépcsőhöz, zebrához, átkelőhöz, bármi, ajtóhoz, és akkor ő ezeket a vezényszavakat követve elvezet engem az adott útvonalon, és eljutunk végül akár a McDonald's-hoz is.
De mondjuk akkor ehhez neked látássérültként is egy igen jó helyismerettel kell rendelkezned, tehát sokkal jobban, mint mondjuk a látóknak, mert hát ugye minden egyes patkát, kanyart és jelzőlámpát ismerned kell, hogy mi merre van. Igen, ezért szoktuk mondani azt, hogy amúgy is sokkal jobb memórián kell, hogy legyen, mint a jól látóknak, mert úgy nekünk amúgy így minden itt a fejünkben van, tehát akár a saját otthonunkban, akár a munkahelyünkön, bárhol, ugye minden mi memóriában jegyzünk meg, hogy mi merre van, és merre kell haladnunk, és merre kell mennünk, és ez most még fokozottabb, hiszen pluszban egy kis, két kis szemnek helyettünk utasítjuk ezt a vezényszót, hogy ő merre menjen, és merre vezessen bennünket. Egyébként hogy kell elképzelni a hétköznapokat? Ugye ti ketten éltek így együtt, milyen a napi rend, ugye neki nyilván azért van sétára igénye, mit csináltok, hogy csináljátok? Hát az még hagyjan, hogy sétára van igénye, de ahogy ugye említettem a beszélgetés elején, ő másfél éves, tehát hogy neki még játékra is igen nagy igénye van, úgyhogy állandóan játszás van otthon, amikor nem munkaidő van. Azt kell tudni a vakvezető kutyusokról, hogy amikor a hám van rajtuk, ez a piros hám és a jelzés, akkor ők munka kutya státuszban vannak, tehát akkor ők tényleg dolgoznak, akkor nem illendő őket megzavarni, megsimogatni, piszkálni, vagy csak étellel kínálni. Viszont amikor nincs rajtuk hám, akkor aztán őrültség meg játszás a köbön, tehát akkor ugyanolyanok, mint egy civil kutyus, és ez jellemzi a napunkat is, körülbelül napi háromszor sétálunk, ebben minimum egy séta az játszás, kergetőzés, haverokkal bandázás, ilyesmi, mármint az ő szempontjából, és közben pedig naponta ellátjuk a saját feladatainkat, amihez meg mindenhova hámban és munkakutyaként jön én mellettem. Most, hogy már említetted a munkát, ugye azt is lehet róla tudni, hogy Székesfehérvár esélyegyenlőségi referenseként munkálkodsz. Most nem olyan könnyű a helyzetet, hiszen korábban ugye iskoláról iskolára mentetek társaiddal együtt, nagyon sok érzékenyítő foglalkozást csináltatok a fiataloknak. Hát ez az, amit most nem tudtok megtenni, mert ugye iskolákba nem lehet eljutni, most nem lehet bemenni. Vannak-e most erre tervek, és hogyan zajlanak egyébként így a munkás hétköznapok? Nagyon kezdetlegesek még a tervek, most vannak kialakulóban, de nagyon szeretnénk a SZÉP programot, a Székesfehérvári Érzékenyítő Programot átalakítani online formátumba, és szeretnénk, hogyha a különböző alkalmazásokon keresztül a fiatalokhoz, ha máshogy nem is, mivel nem tudunk bejutni az iskolákba, de így online eljutnánk, és most már kibővülve a csapat, Mokkával együtt tudnánk őket érzékenyíteni, és a fogyatékossággal élő emberek irányába elfogadóbbá tenni. Egyébként így, hogy mondjuk a kutyussal látnak téged, ez mondjuk a fiatalokat mennyire érzékenyíti? Mondjuk most, hogy így nem jutsz el iskolákba, de látnak titeket az utcán sétálva. Meg szoktak állítani titeket? Persze, ezt ki szoktam emelni, hogy eddig az volt, hogy szia Zsófi, de csinos vagy ma, na most ez így átváltozott most már arra, hogy szia Mokka, jaj, de szép ez a kutya. Tehát, hogy ezt mindenhol kiemelem, hogy így leredukálódott az én részem most már teljes mértékben a kutya részére, és ez az érzékenyítő program, vagy a fiatalok során is megvan, ő a sztár vendég mindenhol. Tehát bárhova belépünk, onnantól ő ráfigyel minden fiatal, vagy minden felnőtt amúgy, és neki köszönnek, őt szeretgetik. Most egyébként azt látjuk, hogy itt fekszik és pihen, most nem kell dolgoznia. Egyébként így milyen természete, milyen habitusa van? Amit én nagyon szeretek benne, hogy ahhoz képest, hogy nagyon fiatal, másfél éves, ugye tényleg, és ráadásul munkakutya, ahhoz képest annyira békés, harmonikus, kedves kis természete van és viselkedése, hogy az én amúgy nagyon pörgős és 200 fokon égős természetemhez, nekem ez egy annyira ilyen kiegyensúlyozott és kiegyenlítő párostat, hogy én imádom benne megtalálni a megnyugvást, a szeretetet, a gondoskodást. Hozzáteszem, hogy ahogy említettem, ha leveszem róla a hámot, akkor aztán itt a stúdióban is körbe-körbe rohangálna, és mindenkit is mindent megnyalna, és mindenkinek puszit adna, de hogy nagyon ki tudjuk egyenlíteni egymást, úgy gondolom. És már a munka, illetve hát most számára a munka, neked pedig a te megsegítésed, az most már teljesen természetes úton megy. Mennyire gördülékeny, mennyire találtátok meg egymást? Azt szokták mondani, hogy legalább fél év, egy év, amire egy ilyen páros, mint a miénk is összeszokik, és kialakult, és összeszokott páros lesz. Szóval van még hova tanulnunk, hiszen csak 2 hónapja alkotunk egy kis családot, egy kis párt. Még mindenképpen fejlődünk, neki is kell még tanulnia az én nyelvemet, én is tanulom még az ő nyelvét, hogy azért hogyan legyek az, hogy halálra szeretgetem és imádom, pluszban azért én vagyok a főnök, a gazda, és hogy legyek fegyelmezett is vele, tehát hogy most még így tanulgatjuk egymást ezeket a kis mesdjéket.
Hát Zsófi, köszönjük szépen, hogy itt voltál és meséltél nekünk magatokról és a kutyusról. Sok-sok szép együtt töltött napot kívánok nektek. Köszönjük szépen. Fehérváron fejlesztik a jövő mosógépét. Lecsökkenhet a mosási idő, energiatakarékos és környezetkímélő. Stábunk utána járt a részleteknek. Apai örökség, elszántság és egy csapat férfi. Ők azon dolgoznak, hogy hatékonyabban és gyorsabban tudjunk mosni. Egy fehérvári startupot mutatunk, amely forradalmasítja a mosást. Ez egy találmány, amit próbálunk kifejleszteni, és mondhatni én vagyok az eredeti alapítója, de a korai ötlet az még nem is tőlem jött, hanem az édesapámnak volt még egy 20 éve egy hasonló elképzelése, ami onnan indult, hogy egy ilyen laikus megfigyelésből, hogy lehet az, hogy mondjuk régen mostak kézzel, és mondjuk néhány perc alatt ki lehetett mosni valamit, az ember kigyűrködte, kicsapotta belőle, most pedig a fejlett, gyártott mosógépeknek mondjuk egy óra kell hasonló eredményt elérni. Az édesapa elképzelése jónak bizonyult, de nem valósult meg. Végül 10 év múlva Zoltán vette elő a terveket a fiókból, mert nem akarta veszni hagyni. A magyar startupok ugyanis egyre nagyobb teret kapnak, így néhány évvel ezelőtt elindulhatott a vállalkozás. A cél pedig nem más, mint a jövő mosógépének kifejlesztése, szabadalmaztatása és piaci bevezetése. Jött a felkészülés, tehát a mindenféle startupos eseményekre, járás, meetupok, mentoros felkészítések, ez egészen odáig jutott, hogy 2016-ban sikerült egy nemzetközi startup versenynek a magyar győztesévé és nemzetközi döntősévé válni ezzel a projekttel. De mi is a projekt tulajdonképpen? Bár még a fejlesztés alatt álló eszközt láthattuk, ha hozzáképzeljük a borítást, akkor úgy néz ki, mint egy hagyományos mosógép, egyelőre ipari méretben. A működési elve azonban más. Az igazi kulcsfontosság ennek a mosógépnek, hogy a textíliát menet közben nem csak dobáljuk, hanem nyomólappal, a dob fenéken elhelyezett nyomólappal, préselgetjük a textíliát. Jelen formában ez a mosógép egy előtöltős mosógép, vannak fejlesztéseink egy felültölthető mosógéppel is. A másik kulcsfontossága a mechanikáját tekintve az viszont a víznek a munkáját, hogy tudjuk kihasználni. Nagyon fontos az, hogy rövidebb idő alatt is dolgozik a mosógép, és nem csak ez miatt használ fel kevesebb vizet, hanem ugyanazt a vízmennyiséget, amit először betöltöttünk a mosógépben, azt igyekszünk az egész mosási ciklus alatt felhasználni, szűrjük, tehát magát a vízkeringetést, azt a vizet szűrjük, és csak az utolsó pillanatban, az öblítés előtt távolítjuk el a vizet a dobból. Amellett, hogy töredékére csökken a mosási idő, a mosógép környezetbarát is, hiszen kevesebb energiát és kevesebb vizet használ. Van egy úgynevezett belső tartály ebben a gépben, amiben a vizet már elő tudjuk készíteni, akár mielőtt elindulna a mosás. Tehát minden más gépnél a hálózatról kell behozni a vizet, ami azért idő, tehát lehet, hogy nem tűnik soknak, de mondjuk fél perc, egy perc, mire betölti azt a vízmennyiséget, amire szükség van. Mi viszont ezt már a program előtt be tudjuk készíteni, sőt el tudjuk kezdeni melegíteni is. Tehát gyakorlatilag, még hogyha nincs is valamilyen központi vízmelegítés mondjuk egy mosodában, akkor is ezt ilyen standalone önmagában álló gépként gyors mosásra lehet használni. Gyakorlatilag azzal indul a program, hogy már itt van az előkészített, előmelegített vízmennyiség, amit egy belső rendszeren keresztül nagyon gyorsan be tudunk termelni a dobba. A hatékony mosást a dob belső kialakítása és a préselő hatás biztosítja, illetve az, hogy a gép a vizet a textil szerkezetén keresztül képes nagy nyomással átáramoltatni, anélkül, hogy az anyag sérülne. Ezeken az egyedi perforált felületeken
áramlik be, meg jön vissza a víz. Tehát gyakorlatilag most, hogyha ezt így látjuk, akkor felülről jön be a víz, alulról pedig szívjuk át, és azt keringetjük körbe. Az ipari mosógép csak a kezdet. A Leap Kft. Hosszú távú terve az, hogy háztartási kivitellel is megjelenjenek, hiszen eredetileg az ötlet a háztartási igényekből fakadt. Vagyis, hogy ne kelljen egy órán át mosni, hanem azt 15, legfeljebb 30 perc alatt megtehessük. A fehérvári fejlesztés jó úton halad a teljes megvalósítás felé, de nyitottak az érdeklődőkre, befektetőkre, hogy ne csak a mosás, de a piaci bevezetés ideje is lecsökkenjen. Deák Lajosné önkormányzati képviselő a járványhelyzet tavaszi időszakában nagyon sokat tett a körzetében élőkért. A közelmúltban ezért egy elismerést is átvehetett. Sok szeretettel gratulálok az elismeréshez, illetve az oklevélhez, amit a közelmúltban vehettél át. A Nők Magyarországért díjra jelöltek. Ugye, amit ebben az évben hoztak létre, abból a célból, hogy elismerjék azoknak a munkáját, illetve fáradtságát, gondoskodását, akik ugye a Covid-járvány ideje alatt sokat tevékenykedtek. És hát téged is egy ilyen elismerésre jelöltek. Szeretettel köszöntöm én is a tévénézőket. Hát igen, ez egy óriási nagy öröm számomra, nagyon jó érzés, főleg egy nőnek, hogyha elismerjük a munkáját, és ez is egy csapatmunka volt, és óriási nagy megtiszteltetés, hogy az emberek jelöltek engemet erre a díjra, és úgy méltattak, hogy ott a helyem ez a díjazottak között. Most nézzük meg, hogy miért tartottak téged érdemesnek erre. Az Arany János iskolában jártunk, ahol egy gyógypedagógus mesélt arról, hogy mit látott meg benned, és aztán az igazgatóasszony is elmondott néhány gondolatot. Most nézzük meg ezt. Fáj András lakótelepen élek, én gyógypedagógus az Arany János iskolában dolgozom, és amikor a Covid miatt online oktatásban részesítettük a gyerekeket, kinéztem az ablakon, döbbenten vettem észre, hogy Deák Lajosné Zsuzsa megpakolva hatalmas szatyrukkal a lakótelepeket rója. Megkérdeztem, hogy mit tesz, segítséget ajánlottunk fel, olyan szinten megmozgatta az embereket, hogy a 17 éves kamasz gyerekem is beállt segítőnek, többen jelentkeztek, ő ezt tette, nem csak ott tette, hanem 6 éve a mi iskolánkban honvédelmi szakkörünk támogatója, nem hagyott bennünket itt sem cserben, segített, ahol tudott, a gyerekek mellé állt, a frémiakabba süteményeket vitt, meglátogatta a gyerekeket, természetesen kapunk kívül, mert a vírushelyzet miatt nem tudott bemenni, de segítséget nyújtott itt is. És akkor jött az ötlet, hogy egy embert, aki ennyi helyen áll helyt, aki a gyerekek mellé áll, aki emellett az idős emberek mellé áll, és ennyi ember tud megmozgatni, aki mögé áll, megérdemelné, hogy erre a díjra jelöljük. Ehhez kellett ugye ajánlás is, az Arany János igazgatója pedig meg is tette. Miért? Deák Lajosné Zsuzsa évek óta támogatja intézményünket, körülbelül 6 évre nyúlik ez vissza. Több esetben kaptak gyerekeink élelmiszercsomagot, tisztasági csomagot, évek óta támogatja iskolánk nyári velencei táborát, és ugye itt visszatérve vagy utalva a digitális oktatásra, számítógépeket adományozott tanulóinknak, akiknek erre nem volt lehetősége, illetve volt olyan eset is, amikor a számítógép elromlott, meghibásodott, hogy saját költségén megjavítatta, és ki is vitte nekik a gépet. Úgyhogy ezt köszönjük szépen. Hát amikor ott jártunk az Arany János általános iskolában, akkor még ennél is magasztalóbb szavakkal illettek, és hát tényleg nagyon becsületre méltó az a munka, amit a háttérben folyik. Miért fontos ez? Miért fontos az, hogy mondjuk az Arany János iskola kapjon ilyen támogatást? És hát ugye egy picit beszéljünk arról is, ugye a Covid-helyzet alatt mi minden történt. Hát ugye ez az év nagyon gyorsan megmutatta, hogy milyen gyorsan meg tud egy embernek változni az élete. Az iskolákban másképpen tanultak a gyerekek, másképpen szerettük a szeretteinket, másképpen jártunk dolgozni, és nagyon gyorsan kiszolgáltatottá váltak az idős emberek. A városrészünk eléggé elidősödött, nagyon sokan telefonáltak, kétségbe esett, hogy képviselőasszony most hogy lesz, mi lesz, ki fog ránk vigyázni, ki fog bennünket ápolni, gyógyítani, ki vásárol be nekünk, hogyan tudunk életben maradni. És akkor gondoltam, hogy ott a helyem köztük, és el kell indulnom, és segíteni kell őket. Hál' Istennek a családom mellettem volt, a lányom elsőként állt mellém, és segített, ugyanúgy, mint a férjem.
És azt vettem észre, hogy az egész város ledermett, de mi ott voltunk az utcán. És mentünk az időseket, és amit kértek, ugye megtettünk nekik. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert nem engedtük el a kezüket. Bíztak bennünk, tudták, hogy menni fogunk, akármilyen helyzet is fog történni, és tényleg nagyon sokan mellém álltak, barátok, ismerősök, vagy egyszerűen csak idegenek, csak látták, hogy jövünk, megyünk a lakótelepegen, és mondták, hogy jönnek segíteni. Akkor jöttek a barátok, akik különböző adományokat ajánlottak fel, az élelmiszertől kezdve, a maszkokat meg tudtuk varratni az időseknek, vagy azoknak a fiataloknak, akik dolgoztak, és nem tudták még megvenni ezeket a maszkokat. Az önkormányzatnak is segítettünk, ugye kihordani ezeket a védőmaszkokat, és közösen együtt tudtunk dolgozni az önkormányzati hálózatban. Nagyon fontos volt, aki mellém állt és önkéntes volt, és segítkezett, hogy mindenképpen jelentkezzen az önkormányzatnak az önkéntes oldalán, mert ha bármelyenkel történik valami, akkor tudjanak bennünket helyettesíteni. Illetve az idősek is bekerültek egy rendszerbe, ahol nyilván voltak tartva, és tényleg, hogyha történik valami, akkor ugyanúgy ellátta volna az önkormányzati hálózat. Hogy miért hozzám jöttek az idősek, hogy miért én tőlem kértek segítséget. Idestova 10 éve vagyok képviselő a területen. 10 év alatt olyan mélységes kapcsolatot tudtam kiépíteni az emberekkel, hogy bíztak bennem. És egyértelmű, hogy aki az ember szeret és bízik, ahhoz fordul, és őtőle várja a segítséget. Szerintem ezt meg is tettük, azóta egyfolytában vannak olyan idősek, akiket ellátunk. Egy pillanatra nem engedtük el a kezüket, mert fontosak számunkra. És hát ugye azt is hallottuk, hogy az Arany János iskola pedig rendszeres támogatást kap, holott az önkormányzati képviselő, ez nem te vagy ebben a ezen a területen, de mégis nagyon sokszor, például ahogy elhangzott, táborok kapcsán is. Igen, mindig is a szívem csüske az idős emberek, illetve a fogyatékkal élő gyerekek vagy idősek. Fontos számomra, hogy őket kiemelten odafigyeljünk. Ezek a gyerekek, mondjuk a Frim Jakabban, nem tudták, hogy mi történik körülöttük. Hirtelen megrémültek, hogy miért nem mehetnek, és miért nem jönnek a szülők. És olyan idős, fiatal nyugdíjasok, akik most mentek nyugdíjba, ők is jelentkeztek, hogy segíteni szeretnének. Hát a legjobb, ők ugye abszolút nem voltak kontakkal senkivel, süteményt kezdtünk elsütni nekünk. De ugyanúgy a Kossuth Zsuzsannának is vittünk süteményeket az idősekre gondolva. Ez nagyon fontos szerintem, és úgy érzem, hogy Fehérvár meg is mutatta ezt a szeretetnek a mintapéldáját, hogy összefogtunk, és tényleg egymáson tudtunk segíteni. Ehhez kellett az is, hogy a körzetünkben vannak olyan szervezetek, jótékonysági szervezetek, akik mondták, hogy idősek vannak náluk, hogy kell egy fiatal, van élelmiszer, van adomány, kellene kivinni. Szóltak, mentük, osztottuk, ott voltunk mellettük. Szóval összefogtunk különböző egyesület alapítványok, mint a szegényeket támogató alapítvány is, ott is az elnök asszony, ott is két hölgyet jelölve erre a díjra, elismerésre, Szontágné Kovács Erika, ő az idővezető, illetve Zemlényi Katica, a katolikus karitasznak a vezetője a Zsolt utcai templomba. Ők lettek még ketten. Ez egy óriási nagy elismerés, és tényleg nagyon nagy, én nagyon örülök neki. Mindig is a háttérben szerettem dolgozni, nem igazán várja az ember, de nagyon jól esik neki, hogyha ezt megtudja, hogy azért kap egy kicsit vissza a szereteteért valamit. Ugye ez a díj ez úgy működött, hogy kellett hozzá két ajánlás, és ugye ez meg is volt, és aztán mi lett ennek a sorsa, vagy hogyan volt tovább? Hát ugye ez az ország különböző tájáról jöttek be a díjazottak, a jelöltek, közel 500 hölgy lett méltatva, abból 5 személy lesz, aki, abból is az 5-ből egyetlen egy, aki elnyeri ezt a díjat, de szerintem mindenki első díjat kap, aki egy ilyen egyáltalán szóba hozzák, vagy jelölt lehet egy ilyen díjba. Számomra óriási nagy elismerés, hát nőként Magyarországért tettünk valamit. Hogyan tovább? Mire sarkal ez az elismerés? Hát ugyanúgy alázattal, tisztelettel, szeretettel folytatom a munkámat. Örülök neki, de az élet megy tovább, és ugyanúgy segítsük az időseket, ahogy eddig. Mi pedig el sok sikert kívánunk a folytatásban. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm. Ez volt már az Együtt magazin. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!